Járdafelújítás a Sajó utcában, a filmes szakma érdekli Molnár Éduárt, Fagy és Monília tizedeli a barackost, új vezetője van a Dévinének. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 27-én 18 óra 5 perckor. Folyamatosan zajlanak a városban a felújítási munkálatok a Kisföldek városrészében is. Itt több száz méteren újul meg több járdaszakasz. Üdvözlöm Szepesi Tibort, Karcagváros polgármesterét. Milyen felújítás, milyen munkálatok folynak a Kisföldek között? Az egész városban zajlik járdafelújítás, hiszen nyertünk egy olyan pályázati lehetőséget, amelyből mind a 8 körzetben egy-egy járdaszakaszt, egy-egy hosszabb járdaszakaszt tudunk megújítani teljes egészében, mégpedig úgy, ahogy azt már évekkel ezelőtt is elkezdtük, hogy szegély kerül kialakításra és közzé aszfalt burkolat. Jelenleg itt a Sajó utcán vagyunk, ahol ez a felújítás zajlik. Ugye több helyen már elkészült, például a kórház körzetében már kész. Az Ady Endre utcán lassan a végéhez közeledik, és ahogy a kivitelező halad, így újulnak meg különböző körzetekben. Ahogy mondtam, itt most a Sajó utcán vagyunk, hiszen az iskolától egészen a Kodály Zoltán utcáig, mint egy 330-340 méter hosszan fog elkészülni ez a járdaszakasz. Folytatódik tovább ez a program természetesen, hiszen keressük azokat a lehetőségeket, pályázati forrásokat, amelyből tovább tudjuk fejleszteni mind az út, kerékpárút, mint pedig a járdafelújítási munkálatainkat. Molnár Éduával, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium végzősével arról beszélgettünk, hova is megy tovább tanulni, hiszen napokon belül döntenie kell. Elsősorban az anglisztika az irányom, de bármilyen más nyelv is érdekel. 14 éve tanulok angolt, ezért gondoltam erre. Már van nyelvvizsgám is, de nagyon érdekel a filmszakma. Lehet, hogy erre szeretnék tovább menni, mondta televíziónknak Molnár Édua. Az van jelenleg a fejemben, hogy nagyon érdekel a filmszakma, úgyhogy ebbe szeretnék tovább menni. Tehát akkor most szerzel valami középfokú nyelvvizsgát, gondolom már van. Igen, az már van. És akkor cél a felsőfokú? Igen, arra is készülgetek, úgyhogy nem sokára betervezem. És akkor, ha meg lesz, hogy azon belül, hogy hova szeretnél menni, akkor elvégzel egy főiskolát, egyetemet, vagy már eleve a színművészeti egyetemre készülsz? Úgy gondolom, hogy igen, ez lesz. Vagy a színművészeti, vagy az ELTE-nek van még egy filmes szakja. És akkor hogy tudod magad elképzelni? Melyik oldalon? Inkább a kamera mögött, de a kamera előtt sem áll annyira se probléma számomra. A későbbiekben a kamera mindkét oldalán el tudja magát képzelni a fiatal diák, aki számára a Refi nagyon sok mindent adott. Sok barátot, élményeket és emlékeket. Sok barátot szereztem, élményeket is, és emlékeket, nagyon-nagyon sok emléket. Barátokkal, ismerősökkel, más osztályokkal, ugye én a Döknek is a tagja vagyok, úgyhogy gólyatáborban is voltam, gólyamama, úgyhogy minden. A nyolcadikosoknak azért ajánlja a Refit, mert nagyon jó a közösség, és a tanárok is jó fejek, jól tanítanak. Én úgy gondolom, hogy a közösség az nagyon jó, barátságos minden, és a tanárok is nagyon jó fejek, barátságos hozzáállásuk van, és nem utolsó sorban jó a tanítás. Mivel Édu a testvére is itt végeztek, általuk több tanárt ismert, mikor 9-es volt, de hasonlítgatás nővéreihez nem volt. Nem volt jellemző, ugyanis nekem mások voltak a tanáraim, mint akik nekik voltak, de ők például felismertek engem, és kérdezgettek, hogy mi van vele, hogy érzi magát, de hasonlítgatás nem volt. És ti otthon beszélgettetek a tesóiddal erről, hogy mit várhatsz a sulitól, mely tanár milyen szigorú, mely tanárnál mire kell figyelni? Igen, voltak ilyenek, úgyhogy már körülbelül felkészülten jöttem, de azért voltak meglepetések is. Most az érettségi a legfontosabb, de a barátokra is van ideje Éduának, aki családjával is sok időt tölt. Barátokkal sokat beszélgetek, találkozok velük, hogyha
ugye nincsen lehetőségünk, például a karantén alatt is volt, hogy összefutottunk egy-két alkalommal. Tovább a családommal is sok időt töltök, meg aztán a saját időmre is van. A kikapcsolódást a filmek nézése jelenti, de sokat olvas. Rendkívüli pusztítást végez idén a Monilia a gyümölcsfákon. Sziromhulláson ez túl van, de el volt barnulva a sziromlevél, és itt van elpeketedve a bíbe, tehát ebből már termés nem lesz. Sokan keserűen tapasztaltuk, hogy az idei tavaszon a fagy, majd a monélia vitte el a barackfák termését, a most virágzó megyfákat is súlyosan károsította a betegség. Hát elég nagy kárt okozott, nem a fagy, hanem a fagy meg a monélia együtt. Itt tulajdonképpen nem volt olyan nagy hideg, tehát nem volt tartósan hideg, csak egy-két óraig volt hajnalban a mínuszfok, az nem okozott volna olyan problémát, hanem ez a hűvös, csapadékos időjárás igen-igen kedvez a monéliának. Ez a monélia egy nagyon agresszív gomba, fertőzhet virágon keresztül, hajtáson keresztül, és a gyümölcsösöket is megfertőzhet. A fán az látszik, hogy a szíromlevelek megbarnulnak, és utána a bibe az elfeketedik, tehát tulajdonképpen itt termés nem lesz. Ezek a fertőzött növényi részek, tehát a virág, rajta marad a fán, nem fog róla lehullani. Ez a legjellegzetesebb tünet, hogy még a következő évben is ott lesz ez a fertőzött virág, tehát moníliás virág. És óriási károkat okoz. Utána ugye bemegy a szárba, és a növény teljes pusztul. Először ugye nagy hajtások elszáradnak, utána pedig az egész növény elpusztul. Tehát mindenféleképpen ezt a moníliát kezelni kell. Az elmúlt hetek alatt folyamatosan, napokon keresztül csíráztak a monélia konídiumok, és fertőzésre alkalmas volt a gyümölcsfák állapota. Gyakorlatilag a fán elviheti az egész termést, tehát szinte nem lesz rajta termés, és mondom, nem csak az ezévi termést viszi el, hanem hosszú távon ugye fenyegeti a fának az életét is. Ez a monélia a csonthéjasoknál nagyon veszélyes, ugye elsősorban a baracknál, most fog következni a cseresznye meg a megy, és ott is felhívnám a figyelmet, hogy igaz, hogy azok még nincsenek teljes virágzásban, csak fehér bimbós állapotban vannak, de mindenféleképpen nagyon-nagyon oda kell figyelni a védekezésre, mert ebben a hűvös, csapadékos időjárásban nagyon gyorsan fertőz a monélia. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy teljes virágzásban van, amikor háromszor is kezelni kell a növényeket, hogy meg tudjuk fogni a moníliát. Még így sem 100%, hogy sikerül. De ha nem kezeljük, akkor ennek a fának vége lesz. Mivel valamennyi monélia gombafaj a fákon, annak kérgén, a fennmaradt gyümölcsmúmiákon telel, a téli lemosó permetezés elengedhetetlen. Erre alkalmas valamennyi részható anyagot tartalmazó gombaölőszer. A lemosó permetezés, a téli lemosó permetezés, az rezes legyen, azt mindenféleképpen meg kell csinálni. Sajnos ez a monélia a téli enyhébb napokon is fertőzhet. Tehát mindenféleképpen a téli lemosó permetezés. Utána, amikor fehér bimbós állapotban vagy rózsaszín bimbós a barasznál, akkor meg kell permetezni. Utána, amikor virágzáskor, teljes virágzáskor van ez a hűvös csapadékos időjárás, akkor pedig úgynevezett virágba permetezést végzünk, természetesen azokkal a szerekkel, amik erre engedélyezettek. És hogyha a virágzás elhúzódik, tehát nem zajlik le mondjuk egy hét alatt, hanem két hétig is elhúzódik, akkor virágzás alatt pedig többször van olyan eset, amikor háromszor is kell permetezni, hogy megvédjük a fánkat a moníliától. A megszokott gyakorlattól eltérően sürgősen és ismételten permetezések szükségesek a gomba szaporodásának leállítására, ha még gyümölcsöt szeretnénk idén születelni. Stúdiónk vendége volt Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Most őt mutatjuk be önöknek. Mai vendégünk Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is sok szeretettel üdvözlöm a tévénézőit. Nemrégiben vette át és kapta meg ezt a hatalmas kinevezést, hogy a Dériné Kulturális Központnak az intézményvezetője lett. Természetesen rendkívül sokat fogunk erről is majd beszélgetni, de kezdjük az elején. Hol végezte tanulmányait, hogyan indult a pályája? Én 1999-ben szereztem a diplomámat a szarvasi, akkor még Brunswick Terézóvó képzőfőiskolán,
és olyan szerencsés voltam, hogy még abban az évben, szeptember 1-jével állás lehetőség nyílott a Madarász Imre Egyesített Óvodában, akkor még Szarka Lászlóné intézményvezető asszony irányításával, és én attól a naptól kezdve egészen 2022. március 31-ig a Madarász Imre Egyesített Óvoda keretein belül dolgoztam. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép évet ért le ott a pályám, hiszen kezdtem óvodapedagógusként, nagyon hamar lehetőségem nyílt arra, hogy gyermektánc csoportokat is ne taníthassak, vagy gyermektáncra sarkaljam a gyermekeket. Három óvodában volt lehetőségem pályakezdőként a gyermektánccal megismertetni a gyermekeket. Aztán, ahogy telt az idő, lehetőségem nyílt arra, hogy munkaközösségvezető legyek. 2010-ben megpályáztam a Csokonai úti óvoda tagóvoda vezetői kinevezését, amelyet akkor sikeresen elnyertem, és 2010-től 14-ig láttam el ott tagóvoda vezetői feladatokat, és amikor Szarka Lászlóné Erika nyugdíjba vonult, ugye Gulyás Ferencné Jolika vette át az intézmény vezetését, akkor ő megkért arra, hogy legyek az ő helyettese, és én örömmel fogadtam el ezt a felkérést, és tettem eleget az ő kérésének, és ott tevékenykedtem az ő keze alatt 8 éven keresztül, mint általános intézményvezető helyettes. Nagyon sok mindent megtanultam a pályáról. Azt a szakmai évet, amit én elértem az óvodában, azt ő mellette értem el, és ő mutatott nekem irányt, ő segített és támogatott abban, hogy elérjem mindazt, amit magam elé kitűztem. És azután jött egy lehetőség, amiről már beszéltünk is, és érintettük is a témát, hiszen a Dédinének az intézményvezetője lett. Mit szólt a felkéréshez? Meglepetésként ért, hiszen én óvodában tevékenykedtem 23 éven keresztül, ez volt az életem, és azt gondolom, hogy ott teljesedtem ki igazán. Családommal megvitattam. Ugye ez egy olyan feladatkör, amihez fontos, hogy egy nagyon stabil családi háttér legyen, de a férjem és a két gyermekem, illetve édesanyám mindannyian azt mondták, hogy maximálisan támogatni fognak engem, bármilyen döntést is hozzak, ha elvállalom, akkor is mögöttem lesznek, és mindenben támogatnak, amiben csak lehet. Így aztán, mivel azt éreztem, hogy ők is stabilan, ahogy mondtam az előbb is, mögöttem állnak, úgy gondoltam, hogy ha van egy ilyen lehetőség és kínálkozik, akkor meg kell próbálni élni ezzel a lehetőséggel, és ki kell próbálni magunkat egy másik területen is. És így kerültem át április 1-én a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtárba, és április 5-én kaptam meg a megbízott intézményvezetői kinevezésemet. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!